te is az elmentes övezetbe. Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Jó reggelt, szervusztok! Hello. Jó reggelt, örülök, hogy újra találkozunk. Hát valóban egy kicsit váratlanul ért ez a helyzet, amiként fogadott. Bennünket is, hidd el, csak mi nem menekülünk előle, hanem élvezzük. De szeretem, hogy így fogalmazom. Váratlanul ért a helyzet. Amikor beértem, oda készítettem a kis csicsókát, a kis bio sárgarépa, bio savanyú káposztalevet Balázsnak, kis homoktövis krémet, és úgy éreztem, hogy így teljes ez a kép. Uh-huh. És akkor megjelent egy úriember. A kis rizsfehérjét. És rizsfehérje is ott volt, és úgy gyönyörködtem ebben az asztalban. És ezt úgy érzem, hogy most ez megváltozott. Most Anna megváltozott az összkép kicsit, nem? De Anna volt a csoda, mert mindezeket, amiket Gábor lepakolt, egy mozdulattal így elsöpörte, hogy helyet biztosítsa a sertés alkatrészeknek. Igen, és akkor Feri kijött, és elkezdte ezt fogyasztani. Nem, én ettem. Én nem fogyasztok, tudod? Azt te szoktad csinálni, én eszem. Rámartál egy kicsit. Eszem. Így kóstolok, élvezem az ízeket, és megnézem az állagot, a csodálatos étel érkezett. Ma reggelre pedig van barbecue-s, van mézes, meg csilis, tehát háromféle. Komoly. A csilistől mondjuk kicsit bekönnyezel, de nagyon-nagyon jó az is. Nézd az arcát, nézd az arcát. Úgyhogy ez a helyzet. De mangalica, tehát ugye erősítsük meg, hogy ez egy csodálatos étel, a mangalica húsa. Valamivel jobb, de igen. De ha jól elkészíted, a síma is jó. Úgyhogy így állunk mi ezzel, de én tényleg rendes akartam ma lenni, sőt, mert annyira rendes, hogy holnap például hal lesz a recept. Uh-huh. Az ma azért az örülünk, komoly. Az komoly, egy komoly előrelépés, hogy nem hullanak marhák meg disznók, hanem már de jövő csak héten viszont jövő héten oda nyilván csapunk. Meg Gábor, nézd a jó oldalát, azért a mangalicáról is ugyanúgy elmondható, mint a rizsfehérjéről, hogy mondjuk glutén és szójamentes. Igen. Tehát tulajdonképpen egyébként ez a mangalica, ez egy érdekes dolog, mert amikor a laboratóriumi mangalicát tenyésztették, ami azt jelenti, hogy szinte csak lenn a pogácsát kapott, akkor minden rendben volt vele. Aztán ma már, persze hát ezt meg lehet cáfolni és meg lehet erősíteni, ma már a mangalicát nem olyan egyszerű lennmag pogácsával etetni. Ugye a kipréselt lennmagnak a préselvényével szokták etetni a mangalicát, és ettől lesz olyan lágy a zsírja, azt mondják. De nincs erre mindig pénz, és más tápokat is kapnak. Mi makkoltatjuk, kérlek szépen. Ó. Makkoltatjuk a mangalicáinkat. És akkor már csalnak a mangalicába is kicsit, hát vagy már minden. Ott is megy a turpisság, hogy mangalica, kimész egy ilyen biopiacra, vasárnap ott van, hogy mangalica, és akkor ott is megy az okoskodás. Hogyha bio, az más. Hogyha bio mangalicáról beszélünk, ott komoly szabványok vannak, tehát nem azt állítom, hogy ugyanazt a rossz tápot kapja, mint a sertés, de amikor az Európai Unió számára ugye kellett igazolni, hogy Magyarországon milyen komoly hungarikumok vannak, akkor egy átlag feletti minőséget sikerült produkálni. És hát tudjátok jól, hogy amikor egy állatot elkezdenek tenyészteni, akkor tömeggyártás indul el. Mangalica tömeggyártás effektív nincs akkor a kereslet rá, de egy picit gyengült, és már koleszterin tartalma is növekedett, tehát vannak azért itt változások. De jobb valamivel, mint a normál. Állok elébe a változásoknak is. És mi most mangalicát kaptunk? Mangalicát. Rendes. Te ezt olyan pogácsával letették, hogy megőrülsz. Nem látott más, csak pogácsát. Ez csak pogácsát teszik. Egészségügyi megoldást igazából nem hozott, viszont egy új szint hozott a húsiparba, mondhatjuk. Inkább marketing jelentősége volt. Mi újság, jól vagy? Minden oké? Köszönöm, igen, engem még elkerült, hála Istennek ez az új vírus. Titeket is elkerült? Meg vagyunk. Hát otthon már vannak kisebb rogyadozások. Igen. Hát állunk ilyen mélytengeri állatok. Igen, majd most éppen belekeveredtünk egy ilyen poliposztoriba Balázsan. Orpolipjük nem egymástól van a kaptuk el. Megyünk majd műtétre, és ezzel együtt kukilesre. Igen, hallottam. Szerintem az altatásban ott van egy kis leskelődés. Bekerülünk mi is a katalógusba. De közelít ez az influenza, mondják, nem? Hogy most kell a gyereket felturbozni valahogy egy kicsit immunrendszerileg, mert hogy vészesen közeledik. Igen. Mindenképpen, tehát az immunrendszert ezekben a napokban lehet még megerősíteni. Utolsó simításokat elvégezzük az immunrendszerünk védelmén. Mivel simogassuk? Az egyszerű olcsó termékek közül mondjuk a paradicsomlé, a pritamin, a drágábbak közül ugye ott a homoktövis, Balázsnak most éppen hoztam savanyú káposztalevet, de maga a savanyú káposzta, vagy savanyított káposzta is, is fantasztikus. Elfogyott belőle otthon citrus a káposzt, ezt behoztatok. Leszűrted. Ezzel meg mi legyen. Figyelj, nem tudom, onnan van, de finom. Itt korcsolgatok. Az asszalványok, ezekről korábban beszéltünk is, asszalt áfonya, asszalt szilva. Ez az egyik része, a másik része az, hogy egy picit el is késtünk, ha mondjuk most kezdenénk el, tehát szerencsés ugye már ősszel ezt elkezdeni, és ilyenkor már csak az utolsókat
elvégezni, és hát a sport, mert hiába eszik az ember egészséges dolgokat, hogyha az nem jut el a megfelelő helyre, a vérkeringés sebessége is fontos. Na, amivel ma készültünk, az ugye az, hogy sokat beszéltünk arról, hogy az élelmiszeripar bennünket hogy akar átvágni, és milyen átverések vannak, közben pedig sokszor éltettük a biót, és azt mondtuk, hogy milyen jó, és tessék egészségesen táplálkozni, vagy reformmódon, vagy biomódon, lehetőség szerint mindenkinek pénztárcájához mérten, de nem beszéltünk még arról, ugye, hogy ez is egy baromi nagy üzlet, nyilván ebben is sokan üzletet látnak, és hát itt is már azért... elindult a szakmában egyfajta higulás, ahol ugye rámennek a profitra, és bio ide, bio oda, egészséges ételek ide, oda, itt is megpróbálják átverni a fogyasztót, rosszabb minőséget, silány minőséget, kevesebb adagot eladni nekünk, mindezt elbújtatva ugye az egészséges és a bio idézőjelesen felirat mögé. Ugye? És ezzel kapcsolatban szeretnél elmondani néhány dolgot, hogy ezen a téren milyen átveréseket tapasztaltál, mert hogy nem csak a normál élelmiszeriparban, hanem itt ugyanúgy sajnos vannak átverések. Így van. Már több mint egy éve tart ugye ez a műsor, az elmentes övezet, és a kedves hallgatók jól tudják, hogy mi mindenről beszéltünk, vissza is hallgathatók ugye ezek a műsorok. A Párizsitól kezdve a nagyüzemi tehintején át sok mindenről beszéltünk, de ez a téma még kimaradt, és mielőtt a reform élelmiszergyártók kihúznák magukat, hogy na hát akkor az tökéletes és minden rendben van, hasznos beszélni az érem másik oldaláról is, anélkül, hogy konkrét gyártókat természetesen bántani nem akarunk, de én végzek egy ilyen mustrát a bioboltokban, a reformboltokban, és látok fantasztikusan jó termékeket. Én magam is sokat járok egyébként reform és bioboltokba, tehát szinte sokkal többet járok, mint egy átlagos üzletbe, tehát javasolom az ilyen termékeket, de jó tudni, hogy aki betéved egy bioboltba, az nem biztos, hogy csak egészséges, vagy minden szempontból egészséges terméket fog találni. Tehát ugyanúgy bent van az üzleti szemlélet és a technológusnak a csibészsége a bioboltban is, mint a normál üzletekben, és ezért fogtok találni cukrozott élelmiszert a bioboltokban. Nem mindegy, hogy milyen típusú üzletbe megyünk be. Amiből én most készültem, az ennek egy pici szeletkéje, ugyanis van egy új tendencia. Az élelmiszereket beszárítják, mondok egy példát, a céklát egyszerűen beszárítják, és lesz belőle mondjuk cékla por, és ezt a cékla port vagy cékla őrleményt fogják, és kapszulázzák. Hú, pont tegnap voltam a patikában, beszéltem a patikussal, már a különböző patikákban ilyen sorok vannak ezeknek, a por, őrlemény, kapszula, ilyen-olyan dolog, alga, cékla, tényleg minden meg. Káposzta, és azt hiszed, hogy ez jó, megveszed horroráron egyébként, és azt hiszed, hogy eszel egy cikla kapszulát, akkor elég mennyiségű vasat, vagy nem tudom, mit viszel a szervezetedbe. Ezekben is van átvágás, vagy nincs benne az, amit ígérnek, vagy hol vágják? Ez az átvágás, ez nem feltétlenül olyan jellegű, mint mondjuk egy párizsi gyártás, idézőjeles az átvágás szó persze, hanem ez egy üzleti fogás. Gondoljátok meg, hogy a céklát mennyit lehet kapni mondjuk a piacon, megszárítjuk, a szárított cékla egy fantasztikus antioxidáns, tehát én ajánlom a szárítást, ennek is különböző formái vannak, levegőn szárítják, vákumba szárítják, fagyasztva szárítják, ezeket én javasolom, az őrlemények, a szárítmányok, gazdaságos, jó antioxidánsok, illetve egészséges termékek. Nekem azzal van problémám, amikor ezeket bezárják, hoztam is nektek, bele lehet tórni ebbe a kis vegán kapszula tömegbe. Ugye vannak zselatin kapszulák, és vannak cellulóz kapszulák, attól függ, hogy valaki zselatint elfogad, vagy fogyaszt, vagy nem fél tőle, van, aki pedig a cellulóz vagy vegetáriánus kapszulát választja. Ez egy picit drágább. És hoztam egy nagy köteg ilyen cellulóz kapszulát nektek, ezek üres kapszulák, így fogom és szétnyitom. Hogyha van üzleti érzékem, akkor bármilyen örleményt ebbe be tudok tölteni, mondjuk fél gram, 200 mg, 500 mg mennyiségben, és ebből mondjuk 90 darabot, 120 darabot, amennyit akarok, berakok egy műanyag dobozba, és mondjuk 800-900 forintért, vagy 1500-ért eladom. Ebben én bármit tölthetek. Van, amit érdemes kapszulázni, annak olyan mondjuk gyógygombák, olyan kivonatok, amelyeket kifejezetten javasolják, hogy kapszulázzanak, hiszen így lehet a dózist betartani, hogy nehogy túladagolják. Ezért ez sem önmagában bűn, ha valaki kapszulát gyárt, kapszulázik, hanem az a gond, amikor élelmiszert, helyesebben olyan élelmiszert, amit a piacon is meg tudsz venni, sárgarépaport, céklaport, vagy esetleg mondjuk púzafű őrleményt, fokhagymát, hát szárított fokhagymát kapszuláznak, és azt mondják, hogy ha akarod védeni az immunrendszeredet, akkor vedd meg ezt a 90 darabos
fokhagyma kapszulát, ez most. De itt csak az árban van a lehúzás, vagy nincs is benne az a hatóanyag, mert ugye nem mindenki, én például utálom megpucolni a répát, mire megpucolod, fölvágod a gyerekkel megetetet, fogsz két kapszulát, beveszed, mit tudom én, ha akarsz mondjuk répát tenni, vagy a gyerek nem eszi meg, belenyomod a szájába. Tehát maga csak az az átvágás, hogy nincs benne annyi, vagy a hatóanyag is eltűnik. 500 mg, tehát fél gram céklaporban igazán sok hatóanyaggal nem számolunk. Nincs semmi. A céklát azt egyszerűen meg kell főzni, és meg kell enni egy darab céklát, mondjuk egy 10 dekát. Akkor és töredékára juthatsz hozzá, mondjuk 10-15 dekát elfogyasztásával. Egyrészt az élvezeti értéke is nagyobb, másrészt pedig ugye a hasznos anyagtartalma. De ha egy kutató azt mondja, hogy én a céklából kivonok egy hatóanyagot, és azt én betöltöm ebbe a kapszulába, az rendben, az fantasztikus. Tehát hatóanyag kapszulák vannak, sőt. De amikor élelmiszert borítanak, és a teljes rost tartalma benne van, akkor azt mondom, hogy ez inkább üzlet. Ugyanígy fogtok találni mondjuk zapkorpa vagy búzakorpa kapszulát, és úgy adják el, hogy micsoda bélvédő anyag, uh-huh. ez a korpa kapszula, amikor igaz. Kapsz mondjuk 80 vagy 100 forintért, mondjuk 10 dek a búzakorpát. Ezekkel vigyázunk, én most erre hívnám fel a figyelmet, hogy a rostos kapszulázott élelmiszerek helyett inkább az őrlemény formát vásároljuk, vagy a nyers élelmiszert. De az őrlemény az ugyanaz, csak ezt berakják kapszulába. Így van, így van. Hát nyilván ez emel az árán, tudod, hogy be van kapszulázva, aha. viszont ugyanakkor arra számítanak, amit te is mondasz, hogy ez tök egyszerű, ez megvan az adag, egy ilyet beveszel naponta, és akkor nem kell azon agyalni, igen. hogy most süssek céklát, vagy főzek céklát, és azt tegyem. Miközben, hogyha vásárolsz mondjuk 25 dekás, vagy fél kilós csomagba búzakorpát, abból mondjuk egy kefirbe beleraksz általában egy kávéskanállal, vagy ilyesmi, ami mondjuk 5 ilyen kapszula. Tehát, hogy és olcsóban úszod meg, és van, többet hat. És hatékonyabb. De a Ferinek például olyan... tanácsolnád, hogy mangalica kapszulákat készítsen? Már meg vagyok, kész az ötlet. Sertés májkrém kapszula, oldalas kapszula, füstölcsülök kapszula. Egyébként amikor a halolaj kapszulák elterjedtek, ugye a halolaj kapszulának megvan a maga jelentősége, mert ugye azt nem szoktuk likvid folyékony formába fogyasztani. Megjelentek most már a lenmagolaj kapszulák, tök magolaj kapszulák, tehát ugye felfedezték az üzletemberek, hogy növényi olajokat is lehet kapszulázni, ahogy a halolajat is, és most már hozzá tudtok jutni különböző növényi olaj kapszulákhoz, amikor tudsz venni mondjuk fél liter tök magolajat is mondjuk pár száz forintért, és akkor azt mondjuk, hogy miért vegye meg a kapszulát. Azok számára találták ezt ki, akiknek egyrészt a pénz nem annyira számít, másrészt sokkal egyszerűbb megoldást keresnek, és nem akarnak pancsolni. Az olajjal, az örleménnyel, neki az egyszerűbb, hogy Balázs mondtad is, hogy fogja, és akkor napi 3x1 kapszula, le van zárva ez a kérdés. Tehát ennek is megvan a maga célcsoportja. Meg mondjuk van egy praktikus adás, bocsánat, hogy szabad bárok, én például fokhagymát fogyasztok rendszeresen, fokhagyma olajat kapszulába, kapszulaformában, és hát amikor nincsen otthon, akkor természetes úton viszem be ezt a fokhagyma mennyiséget, aminek a többiek annyira nem örülnek. Tehát, hogy ott azért praktikusabb a kapszula. Miért a kapszulát azt gondolod nem érezzük? Csak nem olyan intenzíve. Talán annyira intenzíve. Igen, csak akkor kevésbé vagytok tapintatosak, hogyha rendes fokhagyma gereznek. Akkor még szólunk, és a kapszulát megtűrjük, az igazinál szólunk. Igen. Hát nem tudom, mennyire lesz rossz hír, amit mondok a Janinak. Ugye a fokhagyma nem azért okoz rossz leheletet, idézje, vagy fokhagyma leheletet, mert nem mosod a szádat, Janikám. Hanem egy élő dökút van a szádban, tudod, egy működő dökút. Ugye a fokhagyma alicinje fölszívódik, és a tüdő erejéhez vándorol, és ott kilélegezzük. Tehát, hogyha kapszula formájában fogyasztod el, akkor is, hogyha van benne mérhető mennyiségű hatóanyag, akkor a tüdőn keresztül azt ki fogod lélegezni. Hát ha beveszel mondjuk egyszerre 5 ilyen fokhagyma kapszulát, és abban van hatóanyag, akkor ugyanúgy fokhagyma illata lesz a szervezetnek, a bőrnek, a uh-huh. leheletnek. Viszont a fokhagymánál az a gond, hogy ha szárítják, akkor az alicin egy része, ami illékony anyag, az eltávozik, az is egy picit ilyen necces dolog. Kicsit uh-huh. Igen, dolog. Tehát mondjuk te a fokhagyma kapszulát, akkor azt nem is ajánlanád, nincs én benne az. A fokhagymát azt lehet kapni, azt lehet enni, sőt. Ma már a kapszulára lehet gondolok, tehát ott a hatóanyag nélküli. Én attól tartok, hogy amikor azt beszárítják... Várjál, te most a szárított formáról beszélsz, én a porítódról, nem, én az olajról. Bocsánat, igen. A fokhagyma olajban ott a hatóanyag, tehát a fokhagyma illat meg fog jelenni, így van. Bocsánat, na, igen. Aha, de nem azt mondtad, hogy ilyen kapszulát nyomsz? De kapszula, de olaj van benne. A fokhagyma olaj, a halolaj. Csak én szárított fokhagymát is láttam ezt már. Ezt teszed, és azt mondja a Gábor, hogy ez bemegy a tüdődbe. Normális. Én meg nem. Nyitogatom itt az ablakot, mert nem tudom, hogy jó. Na most én azt nem értem, hogy ott van például a jó minőségű őrségi hidegen sajtót, avagy ütött tökmagolaj. Hogy azt mi a francnak tesszük ilyenben, mikor az... Tehát ebben nem érzed az ízét a kapszulában, érted? Igen. És ha ráértöd egy jó salátára, akkor olyan csoda íze van, hogy megőrülsz. Igen, elmondom miért. Mert nem eszel minden nap salátát, egyszerűbb a kapszulát megvenni, kirakod az asztalodra, bekapsz kettőt,
van, aki nem bírja az ízét, ugye megint az a legjobb, fogad hidegen sajtot, lemmagol, iszol egy kortyot, kész, beveszed vele, mit tudom, a D-vitamint, vagy bármilyen zsírban oldódik meg. Na. De van, aki ezt ugye nem tudja megint, nem eszik minden salátát, megveszi a kapszulát. Tehát rohadt nagy biznisz. Több van ebben, mondjuk, mint ebben nem tudom mennyi szerintem fér, olaj. Nem. Ha ugyanennyi olajat így kiöntesz egy üvegcséből, akkor ugyanannyi hatóanyaga van? Vagy lehet, hogy még több is? Ugyanannyi, igen. Illetve az, amit veszel üvegcsébe, az lehet, hogy mondjuk egy két hete sajtolták, az friss, a kapszulában lévő olaj nem tudjuk, hogy mennyire friss, nem tudjuk, mikor készítették, viszont a dózist pontosan látod, hány milligramm tökmagolajat fogyasztottál. A tökmagnak ugye az a nagy üzleti része, hogy amióta úgy hírlik, hogy férfiaknak előnyös a tökmag olaj, azóta különböző tökmagolaj készítmények vannak, és ebből is lett egy ilyen üzlet, tehát valamiről kiderül, hogy az jó a női szervekre, a férfi szervekre, a tüdőre, akkor megjelennek az újabb generációs termékek, például a tökmagolaj kapszula, és férfiaknak ajánlják, mondjuk prostata problémákra, de ahogy mondtad, ha valaki hozzá tudna jutni, egyébként ma már nem csak az őrségben, hanem sok helyen lehet kapni frissen préselt tökmagolajat, fantasztikus íze van, egy kis házi fűszerkeveréket ráteszünk, friss barna kenyérrel, lilahagymával, igen jó reggeliket lehet kezdtelek és akkor szeretni, ez jó volt most ez a kenyér lilahagyma. Igen, ez jól hangzik, ez már egészen fogyasztható egyébként. Ez igen. Teljesen. A gyereknek mit adjunk, ha például valami hasonló formában akarjuk egy kicsit most fölturbozni az immunrendszerét? Tehát a sajtolt lennemagolaj, tökmagolaj, a halolaj, az omega 3 készítmények, amik éppen kapszulában vannak, azok nem rosszak. A lennemagolajat azt használjuk ételekhez. Amikor a gyermek étele kész van, ő nem fogja észrevenni, hogyha egy kis mokáskanálnyi lennemag hidegen sajtolt omega 3 zsírsavban gazdag lennemagolajat teszünk hozzá. Nem kell neki mindent ilyen szempontból tudnia, és azt el fogja fogyasztani. Igen. Nem szerencsés mondhatni. Nem jó az ízvilág. Megváltoztatja az ízvilágot mondhatni, igaz? Ki hogy szereti? Mi ez, kakaóval van megszorva egyed? Ahány ház, annyi szokás, mégis azért azt gondoljuk, hogy ez nem biztos, hogy jó. Tehát lemmagolaj a gyereknek, az mondjuk jó. Uh-huh. Igen, az omega 3 miatt a citrusfélék, a savanyú káposztát, az a gyerekek szokták szeretni. Ezt a homoktövist, amit hoztam neked, a homoktövis készítményt, ezt is belecsempészük egy szörpbe, egy üdítőbe, amit otthon egy almalébe, és így fogyasztja el. Észre se veszi az ember, és néhány milligramot, néhány grammot ezekből az immunvédő komponensekből, ha a gyermek fogyaszt, akkor hosszú távon ez hatni fog. Tehát ne úgy képzeljük el, hogy tömlik el a gyereket drágábbnál drágább vitaminokkal, hanem itt a rendszeres, kis mennyiségű adással egy hosszú távú jó védelem érhető el. Oké, Gábor, hát ez újra hasznos volt, hogy ha valaki azért veszi ezeket a kapszulákat, meg azt hiszi, hogy mennyi minden egészséget fogyaszt, nem baj, ha erre rálát, hogy azért lehet, hogy érdemes ezeket is fenntartásokkal kezelni. Tehát hatóanyag kapszulát vásároljunk inkább, vagy tablettát, ne élelmiszer, vagy rostos élelmiszer, mondjuk cékla. Vagy magát az élelmiszert, ugye? Vagy magát az élelmiszer, az körleményét. Nekem van még egy nagyon fontos kérdésem, hozta egy ilyen nagy műanyag dobozt, azt az Annának hoztad, azt hiszem, ő vásárolta, hogyha az Anna, mi van abban? Rizs? Csiráztatott barna rizsből készül, 80%-os barna rizs, fehérjére korábban beszéltünk, és ezt sportoláshoz használjuk. Anna megeszi majd a barna rizst, akkor kolbászsírt tudom-e benne tartani? Ez nekem egy nagyon fontos kérdés. Igen, tehát nem oldódnak ki egy ilyen műanyagból valami. Tehát igen. Akkor nem a termékre fókuszálnál, hanem a göngyölegre. De a terméknek el kell fogynia ahhoz, hogy üres legyen. Majd Anna megeszi. Tehát, hogy azért jó helyre kerül az. Tarthatsz benne, igen. Igen, bár számomra ez kontraindikált, nem biztos, hogy javasol, de lehet, hogy inkább lennemagolajjal próbálkoznék, de igen. Köszönöm igen. Szépen. Mit reggeliztél, drága Gáborunk? Hát újra zabot vettem elő. Az árpa, a búza, a köles után újra a zab, és rizstejet vásároltam most a reformüzletben. Rizstejjel, zabot, áfonyalekvárral újra, és datójával. Tehát most így ezt a kutya fáradt szilveszterről maradt datóját. Most azt hittem, hogy kirúgtál a hámból, de ma reggel nem. Ez egy ilyen nagyon klasszikus, kicsit visszafogott olyan, már-már a te szinteden félmegoldásszerű, gyorsan összeütött, hirtelen nézzük, mi van a konyhában egy-egy maradékból összeütött kis reggeli. Érzem én, hogy azért ebben nincs a kandírozott alóhavera, a kutyafáját, hát te is öregszel, nem? Na, egy sima kis zab, egy sima lekvárral, hát mi van veled? Készülök arra, hogy februártól újabb receptúrákat állítok össze magamnak, és akkor hozok új fantáziadús dolgokat. Ilyenkor a tél végén fontos, hogy kreatívak legyünk a reggelizés szempontjából. Úgyhogy lesznek új receptek, hozok, és mintákat és kóstolókat is szeretnék hozni nektek majd. Nagyon, nagyon örülünk neki. Szeretettel fogyasztjuk. Várjuk, igen. Köszönjük. Gábor, egy hét múlva, vigyázz magadra. Köszönöm szépen. Magyar hangok. Sebestyén Balázs.
Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show a Klassz FM-en.